Középpont. Minden hétköznap 10 órától 12 óráig itt a Hitrádióban. Ez a középpont a Hit Radio délelőtt élő műsorra köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál király Tamás 412 múlt egy perce, mai vendégünk pedig Vona Gábor a második reformkor alapítvány alapítva újra. itt van velünk a stúdióban. Szervusz, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Nagyon szépen köszönöm a meghívást, és köszöntöm a hallgatókat is. Megmondhatnék még egy csomó titulus, például, hogy az öt most már állandó tagja. Egyébként ahhoz gratulálok, az nagyon jó. Hát egy köszönöm, de. Állandó tag vagy egyáltalán? Hát, vagy ő, ugye itt a, a tagság összetétele folyamatosan változik, és, és itt az elmúlt adásokban nem volt Puzsér Robi, akit én nagyon-nagyon kedvelek, nagyon fontos kulturális és közéleti szereplőnek tartok Magyarországon. Úgyhogy hát egyrészt öröm, hogy az ötben ott lehetek, de azért nem, nem egyszerű, meg, meg nem is hiszem, hogy jó az, hogy ő nincs az adásban. És milyen érzés a másik oldalon elni? Meg, ha még aktív politikus lennél, mennyire esne jó hallgatni az ötöt? Hát nem, nem esne jól valószínűleg, mert, mert sokkal könnyebb a másik oldalon állni. Tehát azért ebben tényleg, hogy legyek nagyon korrekt, könnyű a partvonalon kívülről kritizálni és megmondani a tutit, és annál sokkal nehezebb, amikor össze kell tartani egy közösséget, amelyet ráadásul más közösségek kritikája, támadása, mindenféle cselei és taktikai csapdái öveznek, úgyhogy, úgyhogy, nekem ez ilyen értelemben most egy nagyon kényelmes, nagyon komfortos szerep, ülök egy székbe, elolvasok cikkeket, megnézek beszélgetéseket, és a bennem kialakult benyomásokat, meg véleményeket megosztom másokkal. Aztán az vagy igaz, vagy nem, nincs semmilyen következménye, semmilyen mértékegysége. A politikában van. Ott azért a végén van egy választás, ami, ami, ami valamit jelent, és ott, ott van egy konkrét szám, egy konkrét eredmény, és azzal el kell tudni számolni. És hogy érzed, tudod befolyásolni az embereknek a gondolkodását erről az oldalról? De jó kérdés most lehet, hogy egy picit provokatív lesz, amit mondok, de úgy érzem, hogy jobban tudom befolyásolni Igen? 2018 óta, mint 2018 előtt. E, abban az értelemben legalábbis, hogy am, amikor valaki politikai vezető, én legalábbis ezt tapasztaltam akkor, és mond valamit, e, akkor azt mindig mindig politikai kontextusban értékelik az emberek, vagyis a veled szemben álló pártok szimpatizásai, akármit mondasz egyik fülükön, be másikon ki, vagy még be sem megy a fülükön, és ugyanaz lesz a szemükbe sok esetben, a skatujából nagyon nehéz kijönni egy politikai szerepkörben. A sajátjaid meg sokszor belédvetítenek olyan dolgot, ami nem is biztos, hogy igaz. Ilyen elvárásokat, a saját álmaikat. Dogmatizálnak és abszolutizálnak. Igen, igen. És, és amikor te kilépsz ebből, és, és elkezdesz árnyalatokban is beszélni, és, és... akár kérdéseket is bátran fölmerszteni. Egy politikai vezető nem mondhat kérdéseket. Tehát ott neki mindig állítani kell, vagy felkiáltani és most én kérdezhetek is, magamtól is kérdezhetek, úgyhogy ez egy sokkal ö, szerintem könnyebb szerep is, de abban az értelemben meg, meg és ezért mondtam ezt, hogy hogy úgy érzem, hogy talán most több embert tudok befolyásolni, mert olyanokhoz is eljut a hangom, és olyanok is esetleg meghallgatják vagy megfontolják azt, aki korábban ezt teljesen elzárkóztak, de azért ez egy munka, tehát eltelt most már három év, a 2018-as választások óta is, és biztos, hogy még nagyon-nagyon sok időnek, meg nagyon sok interjúnak kell eltelni ahhoz, hogy mondjuk olyanok, akik engem teljesen elutasítottak, egyáltalán meghallgassanak. Akik megszeretnek, azok kikövetnek, nem? Igen, igen. Tehát, hogy az, akik meg mondjuk azért szerettek, mert én voltam a, a, az ő általuk kedvelt párt vezetője, azoknak meg sokszor feldolgozhatatlan, hogy mik ezek az árnyalatok. Melyikből Vagy... van több? Hát ezt nem tudom. Ugye... Nem, nézed, nem számolod, hogy... Nem, nem, nem. egyrészt nincsenek is erre apparátusaim, tehát hogy én, én nagyon kis mikro stábbal csinálom a vlogomat, meg az alapítványt is. Mondjuk az alapítvány, hála Istennek egyre több fiatal szólít meg, tehát abban az, abból azért látom, hogy az egyetemi főiskolai körben, de egyébként nem csak a, ez, ebben, hanem a felnőtt világban is megszólít embereket, de azért az anyagi bázisa annak, amivel mi dolgozunk, az, az nem, hogy nem hasonlítható össze, hanem, hanem tehát egészen két külön dimenzió, két univerzum, egy politikai párt meg a mi kis alapítványunk. Tehát ugye ott vannak kutatások, mérések, itt nincs semmi, csak ilyen benyomások vannak. A benyomásaim alapján azt gondolom, hogy, hogy ilyen 50-50, amit érzek, de azt is megfogadtuk a legelején a kollégáimmal, meg akikkel ezt az egészet csináljuk, hogy nem foglalkozunk a számokkal. Mert hogyha elkezdesz a számokkal foglalkozni, akkor pontosan azt fogod elveszíteni, amit mi meg szeretnénk. Tehát mi úgy fogalmaztunk, hogy kis színpadon szeretnénk minőségi zenét játszani, mivel most ez egy kép, tehát nem, nem, zenél, nem fog zenélni, megnyitotok mindenkit. A pár másodperces rebetétem is olyan vihart kavart, hogy ezt most nem De terem. jó volt, mint Szél Ö, jó, okay. <laughs> szóval megfogadtuk azt, hogy kis színpadon szeretnénk, és, és olyat, ami szerintünk érték, ami tartom, amire, amire jó pár év múlva is érdemes visszaemlékezni, ami jó pár év múlva is akár érték lehet, és ilyen értelemben, ez most csak az én szubjektív élményem, de azt érzem, hogy az elmúlt három évben több dolgot teremtettem, mint politikusként. De akkor úgy érzed, hogy ti nem estek abba a hibába, hogy állandóan az elérés számot, a like számot és az aktivitás számot nézitek, és sokkal inkább a minőségi tartalom felé mentek, mert nekem egy azért is kérdeztem, hogy mennyire tudsz hatni az emberekre, mert a közösségi média, meg ez az egész internetes világ egy kicsit ilyen feneketlen zsáknak tűnik, amiben korlátlanul önt mindenki mindent, és nagy kérdés számomra, hogy vajon mennyi marad meg, ami ténylegesen értékként meg is marad az emberekben. Nagyon-nagyon fontos, amit feszegetsz, mert ugye szeretnek hivatkozni influencerek, celebek arra, hogy hát a rajongói, meg a követői, meg a nem tudom kik nagyon nagy tévedésben vannak. Tehát itt ők, lehet, hogy nem tudom hány tízer vagy hány százer követőjük van nekem is nagyon sokan, de valójában mi, akik a közösségi médiában úgymond influencerek vagyunk, mi valójában csak egy ilyen, a képernyőnek egy ilyen kis tovább gördített kis Igen. adatai vagyunk. Ezt valaki úgy értelmezi, hogy itt emberek százezerei azzal kellnek, fekszenek, hogy ő, ő, mit rak ki, akkor picit belegabajodott a saját egójába. Tehát ezt nem nagyon a helyén kell kezelni, és, és a közösségi média ilyen értelemben egy nagy, nagy csapda mert elhiteti velünk, vagy nagyon sokakkal elhitetheti, hogy, hogy az, amit ő tesz, az fontos és értékes, csak azért, mert lájkokat like kapott, vagy megtekintéseket, de aztán eltelik pár hónap, és jön egy újabb celeb, jön egy újabb influencer, jön egy, jön egy még populistább, vagy Meg még egy, egy újabb algoritmus. Egy, újabb algoritmus. 2018 előtt látszott rajtad, hogy te őszintén elhiszed, hogy lehet itt kormányváltás. Csak Jó, látszott, hogy ezt vagy mondod. tényleg őszintén elhitted? Ö... Nyilván ja, egy politikusnak kellenek színészi képességek, de ennyire nem vagyok jó színész. Tehát én tényleg elhittem. És az nem lehet, hogy pont emiatt volt? Azt hallottuk akkor, hogy a Jobbiknak az egyik legjobb ilyen közösségi médiás csapata volt, és a Jobbik az közösségi médiás eléréseket és számokat tekintve tényleg nem állt rosszul. Annak idején talán még jobban hasított el például a közösségi médiában is. Mennyire kerültetek bele egy ilyen buborékba, ahol tényleg csak azt hallottátok vissza, hogy itt meg kell változni mindennek, és le kell dönteni az Orsbár rezsimet, és, és, mennyire érintett ez meg téged annak idején? Hát mindenki buborékban él szerintem, mindannyian. Tehát én azt látom, hogy, hogy különféle buborékokban élünk, van, aki többen is, van, aki kicsiben, van, aki nagyban de, és ez egy óriási probléma, és természetesen igen, én is, és mi is buborékban élünk, én is most buborékban élek, bizonyára a kettő másik reformkor alapítvány, vagy a vlogom, meg amit én most csinálok, az is egy buborék, csak annyi, annyi a különbség, hogy én ezt a buborékot látom kívülről is, tehát tisztában vagyok vele, hogy egy buborékban vagyok, és vannak még mások 18 is. 18 előtt nem láttad? Szerintem nagyon sokan nem látják, és, nem csak, én, és én sem láttam valószínűleg, és sokan ma sem látják, mert azt gondolják, hogy a buborékuk a világ. És az, amit őt ott tapasztalnak, amit ők látnak, az, az, az valójában a, a világnak a visszajelzése. És ugye ez a politikában egy nagyon-nagyon veszélyes fegyver, mert a, a különféle lakossági fórumon, amikor odamész, ott van sok ember, megvereketik a váladat, elmondják, hogy mennyire jól csinálod, mennyire bíznak benned, és most már csak pár hónap és hét, és ez is az fog történni, akkor elhiszed. Nyilván oda a sajátjaid mennek, meg esetleg Persze. az ellenfélnek a megrendelt aktivistáid. De, 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 még az is erősíti a buborékodat, mert, mert hogyha oda megy pár provokátor, akkor te azt érzed, hogy vagy, vagy az ellen oldalról emberek, akik próbálnak ott téged zavarba akkor azt hiszed, hogy na hát tényleg ennyire fontosak vagyunk, ennyire erősek vagyunk, már félnek tőlünk, már, már ránk küldik az emberek. Ez például a te hiúságodat nem bántotta, vagy az, hogy neked van a politikai közösségeden belül egy abszolút igazságod, és akkor oda jön valaki, aki ellent mond, az, az, az milyen érzés volt annak idején? Mivel buborékban élsz, ennek a lélektana körülbelül úgy néz ki, hogy, hogy, hogy egy megerősítés látsz ebben. Mm. Tehát azt mondod, hogy hát igen. A, a, a világ véleményét azt meghallgathattam a saját szimpatizásaimtól, tehát azt összekevered ugye. Az a pár ember, aki meg nem értett egyet, az meg csak a, a szabályterősítő kivétel. Van pedig... soha nem volt, hogy mondjuk valaki mondott valami olyat, hogy elgondolkodtál egy hőt, ez azért lehet, hogy tényleg így van. Hát most szomorú lesz, amit mondod, de nem. És nem azért, mert. És, és itt, visz, itt viszont most hogy lépjek ki ebből a buborékból, és nem azért, mert buborékban voltunk, hanem azért, mert nem volt ilyen szerint. Nem mondtak normálisat. Nem. Tehát, hogy, tehát a magyar politikában nem mondanak normális dolgokat szerintem, pláne az ilyen lakossági fórumokon odaérkezők, tehát ott, ott, Általában, amivel én találkoztam, azok én nagyon felszínes, így a, mindenki a saját újságjában, a saját kedvenc e, szerzőjétől e, olvasott mondatot ott felböffentette, és akkor ennyi, ennyi történt. De olyan, olyanra nem, pedig, pedig én azt remélem, vagy azt akarom hinni magamról, hogy ha valaki engem a józan érveléssel, intellektussal, racionálisan elgondolkodtat, akkor még hogyha az első reakcióm az is, hogy na hát, menj a fenébe, ez nem, nem de, de otthon, otthon az engem, nem az a bogár elkezdett zümmögni, és és akkor képes vagyok-e arra, hogy belássam, hogy igaza volt. De, de nem nem tudok ilyen emléket most felidézni neked, és ez ilyen értelemben azért érdekes, és nekem is most egy ilyen fura élmény, hogy, hogy arra világít rá, hogy a közéletben sajnos a süketek meg a némák, vagy hát nem a süketek párbeszéde folyik. Most ugye a jobbikból már kiszálltál, nyilván minden interjúban beszélgettünk a múltadról, most nem fogunk annyit, de hogy azt látjuk, hogy Jakab Péter egy ilyen saját véleményemet mondom, de egy ilyen algoritmus lett aki a különböző lájkokat aztán megpróbálja szavazatra váltani. Hogy érzed, mennyire működőképes ez, és mennyire őszinte ez? Ez egy tanácsadók által kifejlesztett műveletsor, hogy hogyan gyűjtsünk minél több lájkot, vagy ez egy őszinte dolog Jakab Péter részéről? Te azért hozol nehéz helyzetben, mert bármit mondok a Péterről, akkor az nekem Bajt, bajt okozhat. Ha dicsérem, akkor azért, mert hát, hát persze itt kampányol az egykori pártársának, ha, ha kritizálom, akkor megtessék, hát biztos irigy rá, vagy féltékeny, vagy összevesztek, vagy nem tudom. Amúgy nem. Nem. Na mire? Mikor tehát, beszéltetek utoljára? Másfél éve, amikor, talán amikor a, a Péter elnök aspiráns volt, akkor... Akkor, akkor mostanában nem, nem erőltetitek így a kommunikációt? de nem miattam. Tehát én, én, én tettem kísérleteket, de valószínűleg azért én egy kellemetlen alak let lettem már szerintem így a jobbik számára, mert hogy más képviselet, meg más mondok, mint ami a jobbiknak a hivatalos állás. Ez hogy van, hogy mondjuk írsz neki Viberen, vagy nem tudom hol, és nem ír vissza, vagy? Hát most ezekbe hagyd ne menjek vele, jó? Mert ez, 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 tényleg olyan, olyan része más, ami nem volna szerintem korrekt, hogyha így a nagy nyilvánosság előzze, előtt ezeket kitelegetném. Egyszerűen maradjunk annyiban, hogy, hogy szerintem nem az én volt, de a kettünk közötti párbeszéd, vagy, vagy diskurzus megszakadt. Mm, pedig én ugyanazt mondanám el neki, amit másfél évvel ezelőtt is, hogy nagyon jók ezek a performanszok, -ok, nagyon jók ezek az akciók, és ezeknek biztos, hogy hatalmas sikere lesz, de hogyha valaki egy választási győzelemre készülő párt elnöke, még hogyha most egy összefogás keretében is, akkor képesnek kell lenni programot adni, jövőképet adni, megszólítani az értelmiséget is, nem minden gazdag ember gonosz ember. Tehát ezeket a paneleket, amiket ö, ott elmondtam neki, vagy nem is panelek ezek az én gondolataim, ezt ugyanúgy megismételném, de lehet, hogy ezt. ezt tehát ő ezt másképp gondolja. És mennyire a... képviselted a 18-as kampányban? Hát szerintem nagyon. Tehát, tehát azért hogy... nem voltál most most de ennyire proli? Hogy reagáljak <laughs> erre? Jó. Egy, 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 egy két másodperces csendet tartok, és akkor Mindenki várom a következő kérdést. De Neked ez kívülről milyen érzés? Ugye azért is érdekes, mert ugye ellenzéki miniszterelnök jelölti verseny van. Ha mondjuk négy éve van ellenzéki előválasztás, akkor te például elindultál volna azon ebben a konstrukcióban, vagy a jobbik abban rész sem vesz? Most már ugye nagyon nehéz így visszakörgetni az időt négy évvel ezelőtt, mert az ellenzéki szavazóbázis, meg az ellenzék abban a képben él, hogy az van a tudatában, hogy hát itt valójában annyi hiba tört, hogy 18-ban nem fogtunk össze. De 18-ban nem azért nem fogtunk össze, mert, mert a pártok nem, nem csak azért nem fogtunk össze, mert a pártok nem akartak, hanem a társadalomnak csak egy kis szelete akarta. Tehát akkor a jobbik szavazóbázisa sem akart összefogni a DK-val, és valószínűleg a DK sem a jobbikkal. És én, nem is akar, én, én, meg speciális, akkor ez nyilván az én privát véleményem, én meg soha nem akartam összefogni. Tehát az én politikai pályafutásom arra épült, hogy sem Orbán Viktorral, sem Gyúcsány Ferenccel nem szeretnék összefogni. Összefogni, nem, de koordinálni sem? Koordinálni sem. Tehát a DK nem Tök a... külön út. Most már úgy tűnik, hogy az ellenzéki emberek személy, hogy én, én nem akartam senkivel összefogni. Hát én, én egy kis történet, leckét hagyatok akkor itt nagyon röviden. 2017-ben én voltam az első, aki felvetette azt, hogy a Jobbiknak, az lmp nek és a Momentumnak létre kellene hozni egy, egy új Ez generációs blokkot. A 21. Blokot, századi, századi blokkot létre kellene hoznunk. És, és én azt gondolom, hogy még mind a mai napig is ezt tartanám a leghelyesebbnek, és ahogy a, a, a Fideszt, ugye az MSZP DK blokkot is valahogy kinőni, vagy, megúj, vagy, vagy, vagy valódi alternatívával szembesíteni. Úgyhogy én nagyon sajnálom, hogy a Jobbik, mert az LMP és a Momentum ennek a gravitációnak nem tudott ellenállni. Én megérzem, vagy megértem azt a nyomást, ami rájuk nehezedett. De, többek között de, de a... mi volt ez a nyomás? Hát az ellenzéki szavazók nyomása, és ugye mivel én kiszálltam, és ennek, annak, annak, hogy nem szabad a DK-val összefogni és az MSZP-vel, és hogy külön út kell, ennek körülbelül én voltam a, a 18 már az egyedüli képviselő, mert uh, Mindenki azt mondta neked, hogy inkább fogjunk össze. Senki nem mondta, a Péter sem mondta. Tehát, hogy most hmm. Jakab Péter úgy előáll, mint egy új szereplő, aki mindig is ezt képviselte, nem képviselte. Tehát, ő a szóvivője volt a Jobbiknak, aki végcsinálta a 2018-as kampányt, és én egyetlen egy olyan pillanatra nem emlékszem, amikor a Péter félrehívott, hogy Gábor figyelme, nem lehet hogy összefogunk a De senki nem hívott félre? Eh, amikor a választás hajrájába léptünk, akkor akkor több olyan megkeresés érkezett különféle helyekről, ezt így szokták ilyenkor mondani, hogy bizonyos választókerületekben lépjünk vissza, akár az MSP, vagy akár bármelyik másik pártja vára. Az LNP-vel mi külön is, annak abból aztán nem lett semmi. Az MSZP megkeresést meg nem tekintettük igazából komolynak, mert az MSP sem akart egyébként nem is akartunk az MSZP-vel ilyen értelemben koordinálni, másrészt meg az MSZP is ugyanúgy rám a gyöngyösön a jelöltje, én ezekkel már nem is olyan akarok hmm. foglalkozni. Ha, ami talán érdekes egy kicsit ilyen nagyobb távlatból, hogy mondjuk lehet azt, hogy a Fidesz a különböző jobboldali pártokat hogyan szalámizta fel, vagy hogyan kebelezte be. És hogy az ellenzéki oldalon is volt egy csomó szerintem jó kezdeményezés, az LMP, a Siffer András fél LMP például ilyen volt. A Momentum is egy érdekes jelenség volt, az mondjuk az én ízlésemnek meg kevésbé felelt meg, de hogy, hogy népszerűek voltak, volt tényleges társadalmi bázisuk, és úgy tűnik, mintha valami fajta ilyen leszalámizás most is megtört Ténne, mert ugye a karakterüket egyre inkább kezdik elveszíteni, és a szavazó bázisuk is egyre inkább átrendeződik. Szerintem például a Jobbik szavazó nem az, aki 2018-ban szavazott a Jobbikra. Abszolút, egyetértek. És az, amit most mondani fogok, az még az előző kérdésedhez is visszautal, hogy most akkor miért olvadt össze ez az ellenzék. Azért, mert 18 után nem maradt senki, aki ezt képviselje. Ugye Sifer András már korábban ö, visszalépett az aktív politikai szereptől, én 18-ban a veresség után, és onnantól kezdve nem volt, én úgy gondolom, és nincs jelen pillanatban sem olyan karakteres ellenzéki vezető, aki kimerné mondani azt, hogy ez így nem jó. Ö, mert Vagy ilyet, mindenkinek jó. Akik ott vannak, azoknak most jó, de, de miért jó? Elmondom, azért jó, mert egyrészt van egy társadalmi nyomás, és arra lehet hivatkozni, az emberek ezt akarják. Másrészt azért jó, mert itt nincs felelősség senkinek. De ez egy egzisztenciális kérdés nekik elsősorban szerintem? Tehát megbeszélték, hogy még valahogy négy évig túl éljük túl ismét, vagy ők tényleg abban gondolkodnak, hogy akkor itt összeborul az ellenzék, ezzel több szavazatot lehet szerezni, és a választóknak a, a többségének az igényét ezzel ki lehet szolgálni. Az ember, tehát nem, nem hiszem, hogy ez így van. Tehát az ember azt szereti mindig magát valami olyan lénynek gondolni, és ezt meg is magyarázza magának egész ügyes érveléssel, hogy ő egy jó célért küzd. Tehát nem hiszem, hogy vannak ilyen ellenzéki képviselők, akik összeülnek és azt mondják, hogy na figyelj, akkor csináljuk ezt az összefogást, és akkor ezzel még négy évig bejutunk a parlamentbe. Ők ezt megmagyarázzák, hogy miért és nyilván az Orbán kormányjal szembe, a szabadságért, a, a nem tudom milyen jogokért. De valójában szerintem itt arról van szó, hogy vannak meggyengült ellenzéki pártok, mert még a DK is csak abban az értelemben erős, mint a legerősebb ellenzéki párt szerintem a DK szervezetileg mindenképpen, csak abban az értelemben erős, hogy a többiek annyira gyengék. Tehát a momentum is, a momentum se tudott. Tehát a momentumnak is úgy tűnik, hogy volt egy momentuma, és aztán nem, nem tudta ezt igazából szervezeti erővé formálni. A jobbik már az én elnökségem alatt elindult a szervezet leépülés lejtője. Abban érte a felelősség? Azért, hát biztos, hogy persze, hát nyilván minden, mindig, a mindig az elnök felelős mindenért, de hogy azért nem bánom mégsem, mert ez a néppártosodásnak volt az ára. Hogy leépítettétek a szervezetet? Hogy leépült a szervezetünk, és nem tudtuk az. A, a, tehát azt a mozgalmi veszteséget, amit a, a úgymond a Nemzeti Radikálisból néppártivá váló jobbik útja, jelentett, annak volt egy ilyen, ugye nincs rózsatövis nélkül, annak az volt a következménye, hogy mondjuk a Jobbik radikálisabb nemzeti mozgalmi bázisa, az, az elszivárgott. Ezzel vagy azt, azt is ide... mondod, hogy a Jobbiknak mondjuk a mozgósítási, plakátolási és egyéb feladatainak egy nagyon nagy részét a nemzeti radikálisok adták? Igen. Tehát, hogy minden pártnak van egy kemény magja. Általában a kemény mag az egy ilyen nagyon kétélű fegyver, egyrészt azért, mert a kemény magod az, amelyik a legellenszembesebb a többi politikai szereplőnek is, ugye bizonytalanok táborának. Ez nem csak a jobbikra van, hogy minden pártnál a kemény mag egy picit ilyen, ilyen, ilyen taszító a többi ember számára. Másrészt a pártnak meg mégis azért van rá szüksége, mert ez az, a, ez az, a fellelkesült, ö, ö, és valóban szívvel lélekkel a pártot támogató közeg, aki, 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 aki nem, ak, nem aktivist, akit meg kell fizetned, meg oda kell telefonálni, hogy mikor érsz már ki a standhoz, hanem, hanem mennek. Hát én emlékszem, hogy a 2009-es, 10-es kampányokban, amikor ugye egy nemzeti radikális pártról beszélünk a Jobbik esetében, fölmérték ilyen szakértők, hogy mennyibe kerültek a kampányaink, és amit tényleg ilyen pár millió forintból, meg egy nagyon-nagyon sok lelkesedésből, meg embereknek a munkájából csináltunk meg, azt, azt ilyen szakértők ilyen több milliárdos kampánynak értékelték. De nem lehet őket, a, az aktivista magot képezni, vagy átadni nekik azokat a világnézeti látásokat sok esetben, ami miatt ők a pártal együtt formálódnak, vagy hogy olyan legyen, ami az kívánatos? Hát ezt próbáltam meg én. Tehát a néppártosodás az arról szólt, hogy ami bennem is néhányunkban lezajlott, hogy ráébredtünk arra, hogy ez így nem mehet tovább, és hogy, és hogy sok, sok, olyan változás, ami a mi bensőnkben megtörtént, azt valahogy át kell ültetni a pártba, ezt próbáltuk meg. Megpróbáltuk a sajátjainkat meggyőzni arról, hogy, hogy meg kell változnunk, és más. 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 Tehát, hogyha mi vagy, hogy a, ha a jobbik azt állítja magáról, hogy mi szeretjük a legjobban a hazánkat és a nemzetünket, mert ugye ezt állítottuk magunkról, akkor, akkor szembesülünk el hogy az, amit csinálunk, az nem biztos, hogy a legjobb és a legkedvezőbb Magyarországnak, és ezzel próbáltuk a sajátjainkat szembesíteni, több-kevesebb sikerrel. Volt, aki ezt a változást valóban megélte magában, és velünk együtt jött ezen, a, ezen, az úton. Volt, aki nem élte meg, de azt mondta, hogy hát, hogyha esetleg ez sikeres lesz, akkor én is odaférhetek majd valahová. És volt egy harmadik rész, aki meg azt mondta, hogy köszönöm szépen, ez nekem nem kell. E, és aztán ez 2018-ban elért egy valamennyi eredményt, és ott onnantól kezdve meg már, ami jött, az meg már a történelem. Na beszéljünk a közeljövőről. Részt veszel az ellenzéki előválasztáson? E, én min, 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 igyekszem minden választáson részt venni. Mondjuk egy, ugye ez nem egy hivatalos választás, ugye nincs, nincs jogi intézménye az előválasztásnak. E, azt tervezem, hogy igen, de ha azt fogod most megkérdezni, hogy kire fogsz szavazni, Ezt én igen. gondoltam. Hogy kire nem? Hát két, két jelölt neve van a fejemben, és közöttük még nem tudtam dönteni. Az én szempontom az, hogy ki a... Nem az, aki... hogy tehát Nekem az kevés, hogyha valaki nagyon keményen beszól Orbán Viktornak még az is, hogyha egyébként szint szerintem megvalósíthatatlan alaptörvénymódosításokkal, meg, meg elszámoltatással próbál engem hitegetni. Én azt keresem a jelöltekben, hogy ki az, aki, aki tud vezetni egy országot, ki az, aki meg tud jelenni egy nemzetközi tárgyaláson, ki az, aki képes különféle érdekeket összhangba hozni, ki az, aki egész Magyarországot szeretné képviselni. Ezt keresem ebben az öt jelöltben két név maradt a pakliban nálam, és még, még, még így hagyom magamban ezt érlelődni. Amikor azt mondod, hogy mondjuk ki képes képviselni Magyarországot a nemzetközi szintéren, akkor felmerül a kérdés, hogy Orbán Viktornál jelenleg az ellenzék jelöltek között van-e olyan, aki szerinted alkalmasabb? És most mondjuk a magyar érdek érvényesítés szempontjából kérdezem. Szerintem ezt túldimensionáljuk, és ez nem is korrekt a, a a többi jelöltel kapcsolatban, amikor egy olyan emberhez mérjük, aki, aki már negyedik ciklusát tölti miniszterelnökként, mert ő is kezdte valahol. Tehát ő, annak ide, amikor először miniszterelnök lett, akkor nyilván őt is szembesítették azzal sokan, hogy, hogy hát azért a Horn Gyula mennyivel tapasztaltabb, mint ő, meg még egy fiatal ember. De hát, hogy akkor ezzel az erővel adjuk oda, aki egyszer megnyerte a miniszterelnöki pozíciót, adjuk oda neki élethossziglan, mert, mert hát onnantól kezdve ő lesz a legtapasztaltabb. Tehát én, 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 én azt gondolom, hogy Magyarországra most már ráférne a vált, változás. Merkizaj Péter mondta azt, hogy a Fidesz mindenben jobb a lopásban is és pont tőle kérdeztem, hogy hogyha így kormányozni kéne, akkor az ellenzék mennyire lenne jó, és ez volt rá a válasz, hogy amúgy a Fidesz valószínűleg jobban kormányozna, de hogy az, ami a NERB címszava alatt épül, és ez a fél diktatórikus rendszer, ez viszont már élhetetlen Magyarországon. És felmerül a kérdés, hogy egy ember mit szeretne mondjuk nagyobb szabadságjogokat, vagy egy érzelmileg jobb életet, mert szerintem ez a politikusok lehet, hogy így élik meg, de egy átlag ember szerintem el van, nem? Vagy Um, ugye én nem vagyok már politikus, és ö, nem is ilyen szemmel nézem ezt, a, ezt az egész helyzetet. Ö, én egy picit rezignáltam, vagy sőt, nagyon rezignáltan nézem ezt az egész választási küzdelmet, mert szerintem bármi is lesz 2022-ben, az ö, semmivel nem lesz jobb. Ha marad a kormány, akkor azért, ha a nyer az ellenzék, akkor meg azért, és ezt azért mondom, mert ö, mert valójában pingpongozunk, vagy nem is tudom, csak, csak egy ilyen, egy ilyen bombával, a bomba, a labdait, egy bombát ütögetünk itt jobbra-balra, vagy vagy hogy még még egyszerűbb kép legyen. Látom, ki lengez az inga. Tehát, hogy most arra készül az ellenzék, az egész ellenzék, hogy elszámoltatja a Fideszt, és börtönbe zárjuk, és nem tudom, itt, itt, ugye a szavazóik ezt, ezt még úgy fordítják hogy még durvább dolgokra volna szükség, mert ugye, amit te politikusként mondasz, az, az aztán felerősödik annak a rezgése a szavazóbázisodban, és és én is azt mondom, persze teljesen jogos azt mondani, hogy, hogy, a, tehát, hogy a korrupciót, az állami vagyom megkárosítását szankcionálni kell. De akkor joggal merül fel a kérdés, hogy de akkor a 2010 előtti lopás, az, 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 az nem az megbocsátható? Viszont erre mondjuk, hogy, hogy akkor nem volt rezsim, hanem az egy emberarcú dolog volt. Emberarcú lopás volt. Jó, hát én, én, én szerintem meg, hogyha belemegyünk ebbe, akkor, akkor játszunk tiszta lapok, és akkor mindenki, aki a magyar állami vagyont megkárosította, akkor az feleljen érte, és akkor tényleg legyen egy tiszta de, de, ami, de ami a leg, igazából nekem a legfontosabb, és ami nem hangzik el, hogy hogy, hogy ö, ö, mind a két oldal a másikra úgy tekint, mint, ö, mint valaki, akitől meg kéne szabadulni. És engem ez zavar. Tehát én nem szeretnék egy olyan országban élni, ö, ahol az egyik oldal meg akarja. Én, én, ugyanis én ezt képviseltem nagyon sokáig, és tudom, hogy ez mennyire káros. Ö, itt mögötted éppen egy hidat látok, és azon a kis dekoráción, és, és szerintem ez a, ez a legfontosabb. És mögötted is van egy. Pláne. Egyébként ez az alapítványunk jelképe is a láncid, mert tényleg annyira szimbolikus, és tényleg erre van szükség, hogy, hogy, hogy a különféle érdekek között, a különféle történelmi tapasztalatok, ideológiák között megpróbáljunk párbeszédet kezdeményezni. Én, én most ezt próbálom tenni, nagyon-nagyon hálátlan szerep egyébként, mert be, ki, kilépsz a hídra, és ahonnan te elindultál, azok azt fogják mondani, hogy áruló vagy, mert itt voltál még közöttünk, és miért indultál el abba az irányba. A másik oldalon meg azt mondjuk, hogy te ne gyere ide közénk, mi tudjuk, hogy te ki vagy, hát te ide meg ne próbáld betenni a lábadat. És akkor ott állsz a híd közepén, hogy szeressük egymás gyerekek, és mindenholnan köpködnek rád. De hogyha sokan állunk föl a hídra, akkor tudom, hogy nagyon idealista ez a kép. Meg, meg talán naív is. De ha sokan állunk fel a hírok, talán egyre több ember meri megszólítani a másikat, és rájövünk, hogy valójában az élet sokkal bonyolultabb, meg sokkal szebb is annál, mint hogy most jobb oldal vagy bal oldal fogja megnyerni a választást, és én ezt a hangot nem látom. Sem a jobb oldalon, sem a bal oldalon. Tehát, hogy Orbán Viktor miért nem képes a negyedik ciklusa vége felé gesztusokat tenni? És mondjuk meghívni egy egyeztetésre az ellenzéket. Az ellenzék miért nem képes beismerni azt, hogy a Fidesznek nagyon-nagyon sok jó intézkedése is volt. Tehát, hogy én, én ezeket annyira hiányolom, és ezek csak a politikai része, de a társadalmi része az meg szerintem még katasztrofálisabb. Fiatal barátaimmal itt a HitRádióban van egy műsorunk, ahol így megszoktuk beszélni hétről hétre a dolgokat, és nagyjából ott is az szokott a konklúzió lenni, hogy amúgy az, hogy a Fidesznek kétharmada van, az a fékek és ellensúlyok szempontjából tényleg túlzás. Sokkal jobb lenne egy mondjuk egy többség és egy erős, nagyon kemény ellenzék, ami minőségében is hozza azt a színvonalat. És az ellenzék esetében viszont én azt látom, hogy jelenleg ilyen abszolút színvonal alatt és mondjuk az atévi vitát elnéz, olyan ígéreteket fogalmaznak meg, amelyek egyrészt teljesíthetetlenek, ha meg teljesítik, akkor az a baj. Tehát a bebörtönzések, vagyonzárolások és ezek a történetek, ezek egészen félelmetesnek tűnnek így elsőre. Hát, hogyha valaki olyan bűncselekményt követett el, amiért börtön jár, akkor az nem félelmetes, hogyha börtönbe kerül. Kérés az, hogy hogyan kerül, de ami engem leginkább megijeszt, ez az alkotmány, az vagy az alaptörvényhez való viszonyulás. Ugye itt lényegében mindenki hitette amellett, hogyha a választáson sima győzelem, tehát feles győzelem születik, akkor is kétharmados törvényeket fognak megváltoztatni. Tehát lényegében egy alkotmányos puncsot, követ, most mondjuk ki, ez egy alkotmányos puncs, akárhogy is nézzük, lehet szépítgetni, meg, meg, meg innen-onnan megmagyarázni, szerintem ez egy nagyon-nagyon veszélyes fegyver. Ugye ők azzal érvelnek, hogy Magyarországon diktatúra van, tehát a diktátornak a minden Na. nyomát el kell tűntetni. Na jó, de hát akkor ezzel az örül, akkor, azt mondjuk, akkor onnantól kezdve, hogyha valaki azt mondja majd, és mondjuk Páron vagy többen azt mondják, hogy diktatúra van, akkor ezt mindig meg lehet majd tenni. Hát akkor e, ugye ez a választás a jelenlegi alaptörvény keretei között fog. Akkor mi szükség erre? Vál... Akkor miért vesznek részt a választáson? Mi szükség a választásra? A katonai putcsot is. Ö, nem, hát hogyha ezt a, ezt a logikát végig gondolod, vagy végig gondoljuk, hogy, hogy nincs szükség kétharmadra ahhoz, hogy a kétharmadot megváltoztassuk, akkor miért van szükség az 50%-ra? Hát akkor mondjuk hogy nekünk 10% is elég. Igen. Meg egyáltalán nem is kell semmilyen százalék, de jó, de nyilván ezek már abszurd felvetések, de akkor ebben, az erő, ebben a tekintetben én egyébként megértem az ellenzéknek ezt a, ezt a érzetét, mert én is azt éreztem, hogy ötten a fidesz szemben olyan szinten betonozza be a hogy nem tudsz érdemben lépni. De akkor, azt, akkor ez két dolgot tehetsz, vagy amit én, hogy kiszállsz ebből, és akkor megpróbálod más irányból, kulturális társadalom irányból elindítani a változásnak a folyamatát, vagy azt mondod, hogy emberek menjünk ki az utcára, és csináljunk forradalmat. ez, ez a két tisztességes kérdés. lehet ma Magyarországon forradalmat csinálni? Nem. Nem lehet. Tehát nincs olyan. Tömeg. És nem is, nem, nem is hiszem, hogy ez kellene. Tehát, Tehát hogy... Nyilván nem, de hogy, hogy pont ez a kérdés, hogy mondjuk a régi jobbik nemzeti radikálisaival lehet, hogy lehetett volna polgárháborút csinálni. Szerintem nem is kellene polgárából, aztán pláne nem kellene. Szerintem még forradalom se, de igazán nagy tüntetés sem tudná Magyarország tartani. Szerintem az a generáció, amelyik, amelyik ugye az a középkorosztály, vagy aktív korosztály, amelyiknek a, a, egy, mondjuk egy nagy tüntetésen a megjelenése tényleg mondjuk az országra hatni tudna, ezek az emberek már vagy elfordultak a politikából, vagy nem hisznek a tüntetésnek az erejében, vagy külföldön vannak. Tehát, hogy megszűnt ez a kritikus tömeg Magyarországon. De ami nagyon fontos, és szerintem, és én, én erről beszélek három éve. És, ezért, és az előző gondolatom az, ez visszautal, hogy itt akárki, amíg a magyar társadalom olyan, amilyen most, addig nem lesz változás. Tehát le, lehet, hogy az ellenzék megnyeri 22-ben a választást, de mivel a magyar társadalom olyan, amilyen, és majd erről lehet, hogy mondok még pár szót a belefér időben, hogy milyen, akkor akkor megint jön egy új Orbán Viktor. Nem, nem, Orbán Viktornak fogják hívni, hanem valaki másnak, de ugyanaz ugyanazt a konklúziót vonja le, mint Orbán Viktor. Orbán Viktor 2002-ben a választási veresége után levonta azt a konzekvenciát, hogy ennek a magyar társadalomnak hiába a kormányzó jól négy évig, nem ez kell. Ezt a magyar társadalmat egy álomba kell ringatni, és egy ilyen kis Kádárnosztalagjára van szüksége. És Orbán Viktor azt mondta, hogy ha nektek Kádár kell, akkor én Kádárotok leszek. És majd eltelik pár év Orbán Viktor után, valaki megint le fogja vonni ezt a konzekvenciát, ha nem változik a társadalmi színvonal, és azt fogja mondani, hogy ja, hogy nektek Orbán Viktor kell, akkor Orbán Viktorotok leszek. És akkor megint maradunk ebben a, a, ebben a e, spirálban, vagy ebben a mókuskerékben, és hogy miért. Miatt... De nem lehet, hogy valójában ez most csúnyát mondok, de nem baj. Tehát, Na, hogy. Ez, ez nagyon hogy nagy baj Kádár János azért nagy baj volt az országnak. Orbán Viktornak a megítélését majd hagyjuk pár évvel későbbre. De mi van akkor, hogyha valójában itt arról van szó, hogy mi Orbán Viktor és a kormány nagyon sok közvéleménykutatással, fókuszcsoportos beszélgetéssel, stb. 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 tényleg kikutatta a magyar néplelket. Hát itt a baj. És valójában azt keresik, ami az embereknek jó. Ez az óriási a... baj. És itt is, és, itt, és, hogy ez nem, pontosan, hogy óriási baj. És ez Orbán Vitornak a legeslegnagyobb bűne. Nem az, hogy mekkora volt a korrupció, meg milyen törvényeket hoztak. Ezt lehet vitatni. Ami Orbán vitó legnagyobb bűne az az, hogy pontosan hogy megkutatta a magyar néplelket, ott ő neki azt látnia kellett, hogyha jól, jól fogadta a kutatás, hogy ez egy frusztrált nemzet. És ezt magamra is mondom, mint, mint, mint magyar emberet, hát magunkról beszélek. Beteg társadalom vagyunk, történelmileg traumatizált társadalom, tele ellentétekkel, frusztráltsággal, irítséggel, gyűlölettel, és erre azt mondta, hogy jó, hát akkor, akkor kiszolgálok benneteket. Tehát ez az igazi történelmi bűncselekmény Orbán Viktor részéről, hogy nem volt képes arra, hogy, hogy azt mondja, hogy még ha esetleg szavazat szintjén ez kevesebbet is hoz, fölmutatok egy olyan normát, ami ennek a társamnak a, 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 rezgését, a emeli, és nem pedig De mit tartja. Volna ezek a normák? Szerintem Orbán Vitornak a 98 es kormányzási Auráját, hát a, a, polgári társadalom. a polgári társadalom. Tudom, hogy ezt már 63-szor sárba taposták, de 200 éve ezt a célt tűztük, és folyamatosan mindig megrettenünk tőle. Miközben szeretünk mindannyian könnyes szemben emlékezünk Széchenyire, meg a Március ifjakra, meg, negy, meg március 15-én kimegyünk, de valójában mind a két oldal lábbal tapossa meg, és én is tapostam, csak, csak én azt gondolom, hogy és ezért is másik reformkor alapítványa nevünk, hogy, hogy én meg néhányan arra jöttünk rá, hogy ez, ez a feladat, ez a küldetése minden generációnak, hogy ezt a polgári Magyarországot ne hagyja veszni, és ez nem jobboldali, meg nem, nem baloldali. De nem lehet, hogy az akkor volt, most meg most van, és most egy teljesen más korszakban élünk, De. És, és a polgári Magyarország az valójában abban a Mostani ránk zúduló támadások, stb. stb. ebben a nemzetközi közegben, Orbán Viktor valójában egy polgári Magyarországot épít. Nem. Szerintem nem. Tehát a polgári Magyarország az azt jelenti, hogy a társadalom széles rétege és többsége anyagilag és intellektuálisan is független szabad. És amikor Orbán Viktort megválasztja, adott esetben miniszterelnöknek, vagy bárki mást, akkor ennek az anyagi és intellektuális függetlenségnek a birtokában teszi, mert azt mondja, hogy Orbán Viktor nekünk a legjobb, aki ebben a világpolitikai helyzetben, ami valóban megváltozott számtalan szempontból, ő a legjobb vezetőnk. És nem pedig politikai trükkök, százai, meg egyéb alkotmányos manipulációk, meg, meg, meg a nerv felépítése révén. Sajnos... De a mostani politikai versenyben én tudom, hogy a te ideát szerint Orbán Viktor nem ennek a megtestesítő volt. Most ugye mondjuk már nem annyira az, de a többi ellenzéki miniszterelnök jelölthöz képest még mindig ő a... Nem, ebben, ebben, a, ebben a, az én szemszögemből Orbán Viktor is, és a többi miniszterelnök is ugyanúgy értékelhetetlen. Egy... Tehát, hogy, ha már a proli nem... hasul lehet, akkor mindenki proli ebben. Nem, nem mindenki proli, sajnos. A, a magyar társadalom egy apakomplexusos és anyakomplexusos társadalom. Ezen az, ezzel azt értem, hogy apakomplexuson azt értem, hogy nekünk mindig kell valaki, aki leveszi a vállunkról a felelősséget. Egy, 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 apa, aki megoldja a problémákat, aki betekeri a villanykörtét, aki megkeresi a pénzt. Ez a törzsi hátterünk miatt van, szerinted? Valószínűleg igen, és az anyakomplexus meg hogy szeretetre való képtelenségünk van. Tehát mi úgy, érezz, úgy érezzük, hogy bennünket el, nem szeret senki, és ezért magunkat se tudjuk. Na most van egy ilyen frusztrált nemzet, és elnézést, hogy ennyi sok rosszat mondok magunkról, de aki ne, tehát minden, mindannyian vegyük magunkra ezt az inget, igen, mert ez csak a mi nemzetünk, egy egy kérdés, és de, hogy... bocsáss, mert csak hadd fejezem ezt, és utána ne felejtsd a, felejt a kérdésed. Tehát ebben az apa- és anyakomplexusos nemzetben, szerintem a, a miniszterelnöknek, egy pszichoterapeutának kell lenni, most nem főleg végzettség szerint, de hogy, de, hogy, de hogy, kell tudni olyan mondatokat mondani, és olyan lépéseket tenni, ami, ami aminek katartikus ereje van, ami, 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 a jó... nemzetközi politikában, aki ilyen karakter? Biztos, hogy van. Biztos, hogy van. De, de, és én azt is elismerem, hogy abban meg igazad van, hogy a nemzetközi politika az nem már hajos romantikus regény. és csak hogy, hogy, egyet, hogy van e le olyan... kell Putyinnal, meg, 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 a különféle nagyhatalmakkal tárgyalni. De tárgyal. Utá, ott is lehet sokat segít. Hát igen. De hogy, én azt mondom, hogy, hogy az... Tehát, hogy a, a szívet, az, hogy valakinek van szíve, és, és, és föl akar emelni ezt a társadalmat, és nem pedig uralkodni akar felette, és, és kihasználni a sebzettségét, azt, azt, ne keverjük össze az erőtlenséggel. Tehát én, én egy olyan miniszterelnököt képzelni kell Magyarországon, és, olyan, és az, arra volna szükség, aki, aki nem egy mérgező apa, és nem egy mérgező anya a, a számára. Hanem, 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 igen, felelő, hanem azt mondja, a, a és itt már a Péter programjában erre azért sok utaláson, aki, aki azért elvár a társadalomtól dolgokat. Tehát nem, nem tesz mindent a gyereke fenek alá, és egy olyan anya, aki, aki, meg őszintén feltétel nélkül tudja szeretni, és szerintem Orbán Viktor nem szereti Magyarországot. Tehát, hogy Orbán Viktor, ő, ő 2002-ben egy olyan traumát szenvedett el ezen a választáson, amit rosszul dolgozott fel ő azt, a következtetés vonta le, hogy őt, nem, nem, érdemli meg Magyarország, és ünnetők kezdve akkor nem fog ezért. az elmúlt három választás ez nem változtatta meg? Azt nem tudom, nem látok már Ön, a lelkét. Hadd kérdezzek itt egy gyorsan, mert ez lett volna az előző kérdéseim is, hogy mondod ugye az apa és anyahoz való különböző hozzáállást, hogy nem lehet, hogy ezt valójában a saját érzéseidből vetíted le? És ugyanis, ugyanígy ez az Orbán Viktor nem szereti Magyarországot, és őt nem érdemelte meg Magyarország, hogy te nem érezted így 2018-ban? De de, 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 de. Tehát mikor... nem lehet, hogy valójában a saját uh, gondolataidból következtetsz egy egész ország. De, mindannyian ebben a... Tehát, hogy Mert, én például én érzem... nem így élem meg a Aha. saját életemet. Jó, hát persze mindannyian mások vagyunk, és az, az, abban teljesen igazad hogy mindenki a saját szemüvegén keresztül, meg a saját buborékjából érzékel dolgokat. Én annyiból vagyok egy, talán egy picit más, hogy annyi mindent csináltam már, meg annyi minden irányból próbáltam ez a nemzethez viszonyulni, jobbról, mondjuk balról nem, de, de hogy a jobb oldalnak a különféle ö, tekintve, hogy, hogy, én azt hiszem, hogy önreflexív vagyok, és amikor, amikor Magyarországról azt mondom, hogy apa komplexus van, meg anya komplexus van, akkor nem magamról beszélek hála Isten, nagyon szerető családban nőttem fel és nagyon-nagyon jól kapcsolatom a, a szüleimmel. De de, de de látom körülöttem Magyarországot, és látom azt a fajta boldogtalanságot, ami az emberekben, van. és nem rólad beszélek, mert, mert ez, az, hogy van egy tízmilliós ország, ami kollektíve boldogtalan szerintem, és nem, tehát hogy... Ö, nem tud közös, valódi közösségként funkcionálni, ez nem jelent az nem jelenti, hogy ebben a közösségben ne lennének Mert boldog ez és valami még ebben lehet az az, hogy ki melyik korszakban született, meg hogy, az életének melyik szakaszában tart. Tehát én például konkrétan a rendszerváltás idején 90-ben születtem, és az én generációm és az alattam lévőekről nem is beszélve, teljesen más polcra is teszik a politikát. Tehát én például nem azzal kerek fekszek, hogy mit mondott a Gyurcsány, vagy az Orbán, vagy, vagy ilyenek, hanem próbálok élni, és, és az egy ilyen másodlagos dolog, hogy és a, az, az, én lelkületemet nem a politika határozza. Ez jó, hogyha így van. Meg nem. És hogy a ti generációtoknál, és a korábbiaknál meg még inkább, és ez nyilván Kádárnak az öröksége szerintem elsősorban, ez kicsit másképp van. Igen, tehát hogy örülök neki, hogy a te generációdnál így van, aztán hogy ennek mi lesz majd a, a következő. Meg hogy mit hogy 40 évesen, az megint az, 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 megint más kérdés lesz, meg, 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 abban nagyon igazad van, hogy a, mondjuk a, a én egyel fölötted vagyok, én 78-as vagyok, és mondjuk a, a mi generáció, az én szüleim generációján azt érzem, hogy hogy végletesen átpolitizált generáció. Ugye ők azért nem is akármiket éltek át. Tehát, hogy jobbról balról komoly pofonok voltak, és itt mindenkinek megvan a joga, meg az oka, hogy gyűlölje a másik oldalt. A, jó, és a gonosz harca és vallása lett ez a történet. Igen, csak minden, mindenki őnek megvan az oka, meg az indoka, hogy ő miért őt magát tartja a jónak, és a másikat a gonosznak. Mm. Tehát sajnos ez, ez egy ilyen, a 20. századunk az borzasztó És még volt. indoka is lehet, tehát ahol embereket ölnek. Hát meg, ezt mondom, az... ezt mondom, igen. Tehát hogy, sajn... tehát, hogy én a, a, azt, azt, aki mondjuk a mi szüleink generációjában baloldali lett, azért, mert azt művelte vele a, a horti rendszer, vagy a nyilasok, amit amit művelt, abszolút megértem. Mint ahogy azt is, aki azt mondta, hogy ő meg jobboldali lett, mert a kádár rendszerezte. Tehát hogy ezek olyan... Amit, olyan élmények, amit mi hál' Istennek nem éltünk át, és nagyon bízom benne, hogy ilyen mértékű élményeket nem is kell sem, a, neked, sem nekem, sem másnak átélnie. Az én generációm viszont azt a hibát elkövette, hogy mi tovább vittük a szüleinknek ez, ezt, ezt a harcát. Tehát mi már, mi már nem... Én 12 éves voltam 90-ben, tehát hogy nekem már a kádárrendszer igazából nem sok mindent jelentett. De mégis vittük tovább a szüleink harcát, és vívtuk tovább azt a harcot, amit már nem kellett volna tovább vívnunk. Ha ez esetleg elcsendesül, és idővel ez elmúlik, én annak nagyon fogok örülni, csak később mit teszünk a helyére. És én azt látom, és azt hiányolom, hogy egyelőre semmit nem tudunk a helyére tenni, még továbbra is a fasizmus és a kommunizmus 20. századi harcát vívjuk, sokszor konkrétan szavakba öntve. Végezetül most jelent meg a napokban az új könyvet, ha jól tudom, már kijött a nyomdából, átokból áldás ez a címe. Ez is ilyen elmerengős néplelket kutató? Abszolút, igen. igen. A turáni átokból indulok ki, és abból, hogy, hogy miért is van ez az átok, miért gondoljuk, hogy van, miért ez a legenda, maradt meg így, maradt fönn saját magunkkal kapcsolatban, és azokból a tényekből, amik, amik, bennünket jellemeznek, hogy hát egy szétszabdalt, szétszakított összefogás nagyon nehezen képes nemzet vagyunk. És aztán ezt próbálom valahogy ezt az át, átokot, vagy ezt az átkot, ami rajtunk, megpróbálom valahogy áldássá csiszolgatni nyolc interjúban. Főképpen a keleti komponensét vizsgálom ennek a nemzetnek. Tehát, hogy én azt látom, hogy az, az, az nincs kibeszélve. Ez a vonagábor török szál. Hát nyilván az origón így így, így így lenne, de hogy ez, 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 ez az a szál, a, 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 ami mindannyiunkban, vagy hát az egész magyar kollektív a ott van. Tehát Koppány és István harcát én úgy definiáltam, vagy úgy fogalmaztam meg ebben a könyvben, hogy bár nem tudunk róla, de Koppány és István harcát vívjuk ezer éve mindig más szereplőkkel, más ügyekben, de mindig ugyanide térünk vissza. És most is, ha belegondolsz, keletről és nyugatról szól a választás. Ugye az ellenzék azt mondja, hogy Orbán Viktor keletre irányozza az országot, Orbán Viktor azt mondja, hogy nyugatról megtámadtak bennünket. Én meg azt mondom, hogy jó lenne egyszer szembenéznünk azzal, hogy tényleg őszintén, hogy a magyar az egyszerre kelet és egyszerre nyugati is, és hogy ezt nem valamiféle bénító dilemmaként megélni, és akkor gyorsan valamelyik oldalra oda menekülni, hanem elfogadni, hogy ez egy feszültség bennünk, ez egy nehéz, nehezen feloldható, nagyon nehezen feloldható feszültség, de ha feloldjuk, akkor a boladi születnek. És akkor utolsó utáni kérdés, hogy azért a turániátok nyilván nagyon sokszor kapcsolódok Kapcsolódik például az ősi magyar hiedelemvilághoz, tártosvilághoz, sámánvilághoz, miközben ma Magyarországon azért többségében keresztény emberek élnek, és a magyar identitásnak talán, főleg egy bizonyos körben, és azt szerintem politikán eltívelő, mégiscsak a kereszténység adja az alapját. Össze lehet-e egyeztetni a kettőt, szerinted, Abszolút. és vissza kell-e menni ezekig a gyökerekig? Azt hiszem a turáni örökségünk az nem vallási kérdés és nem is, nem is hiszem, hogy arra kellene tenni. Kulturális? Genetikai? Kulturális. Ez egy kulturális örökség, ami, ami, amivel szerintem érdemes foglalkozni, érdemes megvizsgálni, hogy van -e ennek mai üzenete, hogy annak a sztyeppei nomád világnak, ahol, ahonnan mi származunk, ami én, az én hipotézisem szerint bennünk él, tehát hogy ez a nomád még ott van valahol bennünk, ez, ez ennek, ezzel mit kezdjünk a 21. században, és van -e ennek üzenete, és számomra például Kassai Lajos, Lovasi, az egyik ilyen hiteles szereplője ennek, aki a, ezt a nyugati, meg ezt a keleti komponenst meg tudta élni, és hogy abból valami született, valami teremtő erő. Tehát vannak ilyen emberek, így én nagyon örültem, amikor ő akár Puzsé akár Gulyás Mártonnal leült beszélgetni, mert hogy ez egy hídépítés volt, és, és pontosan, amiről beszéltünk, ezekre volna szükség, ezekre a találkozásokra, és ezt a könyvet egyébként, amiről itt most szót ejtettünk, alapvetően nem is, vagy nem csip, nem csupán a, úgymond turanistáknak írtam, vagy akik a keleti hagyományainkat őrzik, vagy ez fontos nekik, hanem pont a másik oldalnak, akik nem ismerik, vagy félve rá, vagy történelmi okok miatt rettegnek tőle. Szerettem, be, szerettem volna bemutatni ennek az emberi arcát és a kulturális arcát, abban bízva, hogy ez talán jótékony hatással lesz mindenkire. Na, el fogom olvasni a könyvet, és reményeink szerint akkor majd visszahívunk, hogy arról is részletesebben beszélgessünk. Az elmúlt órában volna Gábor volt a vendégünk. Köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk. Köszönöm szépen, én is.